Na, megérkeztünk való patika, a bás ment. Jó. Ma sok héten minden nap patika lesz. Hétfőtől csütörtökig. És lát péntekre szabad napot veszek. Ha csak béna másik valami. Jó meló. Ilyenkor jó melátva hallogatni, mikor sok meló van. Itt nincs senki. No. Good morning. Morning. Yes, I'm here to do some computer upgrades. All right, thanks. Na itt vagyunk a patikába, a CVS-nek a hűtőtárjába. Összepakoltam a cuccot, számítógépeket, meg egyebeket, amit leszereltem, ide hátrahoztam. És csapom haza. De azelőtt nézzük meg itt egyet. Vérnyomás mérőt. Blood pressure. Na hát lám, hogy hogy működik ez. De hűsz. Védugod a kezedet. Remélem nem robbants a szétakaromot. Oké. Nézzük meg. Never mind, they explained it. Oh yeah? Yeah. Okay. Thank you. All right, no problem. Na, vegyük a cókmókot, s menjünk haza. Mindjárt 3 óra, mennyi az idő? 2:51, oké. Okay. Annyit fizettek mára. 2:30-ig, 8 órától 2:30-ig belé is fért, mert ma kevesebb volt a munka. Nem volt nyomtató. Csak 6 számítógépet kellett kicserélni, nem 9-et, mint pénteken. Meg jó, kevesebb volt a gond mindennel. Jaj, de meleg van idekint, milyen fényesség. Nem furcsa, mikor kijövök így 7 óra alatt, ülök bent a légkondiba. De hamar megszokott, egy pár perc alatt megszokod. Patika. Mennyi hihetetlen, gyerekek, mekkora biznisz ez a patika. Gyógyszertal mindenhol. Érdekes ezek a Walgreensek és a CVS-ek, ezek a legtöbbje lát az egész, látnám az egész, de a legtöbbje a sarkon van, mindig egy utca kereszteződésnél van a sarkon. Nem tudom mi a cselebbe, de biztos könnyebb megközelíteni, vagy mit tudom én. Na de ugye
vannak ezek a franchise patikák, vagy mit tudom milyen, és aztán a Walmartban, nem tudom, minden Walmartban van, de a legtöbben látom, hogy van pharmacy patika, akkor azt hiszem más üzletláncokban is van még. Hatalmas bizni. Láttátok hányan voltak ott ma? Ötön vagy hatom. Meg nem álltak egy perce sem. Szünetet is ritkán vettek, csak szélre. Ugye jönnek be telefonhívások, és rendelések. Az emberek nagyon rá vannak kapva a gyógyszerezésre. Oké, munkák jönnek be, de munkát nem tudok vállalni, mert már bevállaltam. Hétfők, hát szerda, csütörtök minden négy nap a patikába. Pénteken is patika volt, ugye. Péntekre nincs semmi, de nem is akarok. Azt hiszem, inkább veszek egy szabad napot. Na, mit kell csinálják hazafelé? Walmartba megállni, kicsi zöldséget venni, kis gyümölcsöt. Ja. Itt vagyok a Cape Coral, onnan úgy. A 143-as exiten kijöttem. Balra tértem 78-ason Santa Barbara Boulevardon. Balra, itt vagyok a Nicholas Parkra és a Santa Barbara Boulevard sarkán. Több mint egy óra a vezetése, mert azért jöttem ennyire fel, hogy a tórodokat kerüljem el. Egy másfél óra. Nem másfél, 1 óra 10 perc. 1 óra 10-15 perc. Oké, na még fel kell hívjam a munka, aki direkt be munka adót, hogy kicsekkoljak telefonom, kicsekkolok az appen, és azzal el vagyok menve, dobom le az inget, se a hosszú gagyát, és csapjuk haza. Na, nem akartam ott kotyogni a izénél a gépnél, még mérjeltem a vérnyomásomat, de láttatok az eredményt. Tehát ja, 120 alatt van a felső érték, és 80 alatt az alsó érték. Vagyis tökéletes a vérnyomásom. Púzus mennyi volt? 86. Mennyi a ti vérnyomásotok? Írjátok be a kommentbe alap. Kinek normális, kinek túl alacsony, túl magas. Vér, nyomás! Haza. Napa. Haza? It's the only way to travel. Yeah. Azt mondja, hát az egyetlen út, azt mondja, így kell utazni motoron. Na, így hát. Ja. Szeretek szöllőt enni, gyerekek, zacskóból, hűvös szöllőt. Na, mivel sarultam az ötség, alma, vettem két zacskó almát, nem? Nagyon kívántam, elfogyott banám, ott ruhák vannak még, valami gyümölcslé. Jaj, a rizsát és 20 poundot. Mennyi volt? 8 dollár valami? 20 pound. Jaj, 8 dollár 44 cent. Jó üzlet. Annak idején a Costco-ba szoktam venni. 50 poundos zsák volt. 20 dollár körül. Pont jó, egy kicsit befelhősödött, megtört a nap. Csapom haza. Mielőtt az eső elkapna. Ma 3:45. Rohan az idő. Na, tegnap nem mentem ki este benzinét, mert elkezdett esni, vagy mondtam én már, azt se tudom, mit mondtam a tegnapi videóban. De csapom haza, kipakolok mindent utánfutóval.
meg ki benzinét, ha lesz egy kis idő, akkor még vágok és egy rendfüvet, ha bár nem biztos, mert van 5 óra fél 6, mire hazaérek, 6 óra lesz múlva, mire meghozom a benzint, és 7-8-kor, fél 8-kor már sötétedik. Hónap munkanap megint reggel. Na mindegy. Szőlő drága. Egy ilyen kicsi zacskóval 5 dollár. De nagyon finom. Én is csak tudnék otthon szőlőt elmasztani. Hogyha lenne, mire felfuttassam meg. Meg termőföld, meg ilyesmi. Na, nem úgy lesz. Jó van, elmentem, pa.